Hétfőn Fehérgyarmaton folytatódott a kormánypárt országjárása, amelyen Magyar Levente beszélt a jelenlévőknek az eddig elért sikerekről. Ezek közül az államadósság csökkentését és a térségben elért 12%-os reálbérnövekedést emelte ki, amely a politikus szerint azt mutatja, hogy bár még nem lehetünk elégedettek, az irány már jó. Az útfejlesztése kapcsán arról beszélt, hogy meghosszabbítanák az M49-es gyorsforgalmi utat, a Vásárosnamény és Ököri-Tófülpös közti új szakaszt már 2021-ben elkezdhetik építeni, pár évvel később pedig már Romániáig érhetne. Ezt a térséget be fogjuk kötni az országos autópálya hálózatba, összekötjük Romániával, Szatmárnémetivel, ami egy jelentős regionális központ, és hasonló tervünk vannak Ukrajna irányába is, ott két autópálya csatlakozáson keresztül is szeretnénk majd elérni Ukrajnát. Az első tárgyalások az új ukrán kormánnyal e vonatkozásban biztatóan alakulnak, és fogadókészség van arra, hogy az M3-as autópálya Beregsurányig való kivezetését a túloldalon fogadják, aztán pedig majd jön az Áhonyi átkötés egy új Tiszahiddal, az még talán inkább a jövő zenéje, de ezek kézzelfogható távolságon belüli dolgok, és az egész térséget át fogják pozícionálni, ahogyan láttuk máshol is, hogyha egy autópálya megépül, az egész járásokat, egy egész megyéket tud felvirágoztatni és bekapcsolni az országos vérkeringésbe. Lássuk például Nyíregyháza példáját. A miniszter helyettes a tervek között említette azt is, hogy demográfiai fordulatot szeretnének, ehhez pedig kibővítenék a családvédelmi akciótervet.